No, hello, szevasztok, köszöntök mindenkit, elindult a Restart, kicsit csinnadrattál, ma elindultunk, szevasztok. Még egyszer, én a Vendi vagyok, és vannak elérhetőségeink, szokás szerint informatikával fogunk foglalkozni, milyen meglepő ugye ebben a műsorban, itten kérem szépen. Itt olvashatjátok az elérhetőségeket, ezeket használhatjátok a mai nap is, ahogy ezt jól megszokhattátok már itten a műsorban. Mik vannak itt nekem, itt össze-vissza nyílik meg minden. Mondok nektek gyorsan egy-két hírt, amiről érdemes beszámolni a mai nap folyamán is, hiszen történtek érdekességek az informatika világában, és ezen kívül természetesen, hogyha bármi kérdésetek, hozzászólásotok van, akkor hívjatok bátran, és igyekszünk megoldást találni a problémákra. No, hát hacker támadás hegyek vannak ugye mostanában, többek között ugye feltörték a... Mit is törtek fel? Na, mindegy, nem is ez a lényeg, hagyjuk. Sok mindent föltartják mostanában, ám de van ezzel kapcsolatban egy olyan hírünk, hogy képzeljétek el, hogy egy hacker támadás esetén az új jogszabályok szerint azt is megbüntethetik, akit megtámadtak. Ugye hát azért kikerekedik mindenkinek a szeme egy picikét, tehát gondoljátok, hogy most persze nem itt elsősorban a ti számítógépetekről van szó, hogy mondjuk hacker támadás éri a ti számítógépeteket, akkor ti is bűnösök vagytok, de valamilyen szinten egyébként igen, mert miért nem vigyáztatok jobban a gépetekre. De mondjuk itt a bankok esetén azért, ahol adatokat, ugye sok adatot, ügyfél adatot, illetve nem csak olyan adatot, hanem gyakorlatilag pénzt is kezelnek, itt azért felmerül a felelősség kérdése. Néhány évvel az információs rendelkezési jogról és információs szabadságról szóló törvény 3 évvel ezelőtti hatályba lépését követően kialakulni látszanak a Nemzeti Adatvédelmi és Innovációs Hatóság bírságolás gyakorlatainak alapjai. Remélem ez érthető. Tehát, hogy szigorodnak a dolgok. 2011-es évi ugye információs törvényben vezette be az adatvédelmi bírságot, azzal a céllal, hogy növelje a hatóság eszköztárát a jogérvényesítés területén. A bírság mértéke 100 000-től akár 10 millió forintig is terjedhet, és mértékét a hatóság mérlegelés, tehát ugye a hatóság mérlegelés ő fogja megszabni. Az intézkedés bevezetését követő tapasztalatok azt mutatják, hogy jogsértés megállapítása esetén a hatóság szinte minden esetben bírsággal, ugyanakkor a bírság mértékének megállapításánál figyelembe veszi az eset összes körülményeit. A hatóság ennek keretében figyelemmel van az elkövetett jogsértés súlyára, a jogsértéssel érintett adatalanyok számára, ugye? A vállalkozás méretére és tevékenységi körére, ugye itt, tehát itt van a különbség, ugye bár mondjuk egy kisebb vállalkozás, vagy akár egy magánember, illetve mondjuk egy nagyobb bank között. Így például az adatbázisok építésével és kezelésével hivatásszerűen foglalkozó, vagy egyéb okokból kiemelt jelentőségű adatkezelők, tehát például a bankok, pénzügyi vállalkozások, illetve méretüknél fogva nagyszámú adatot kezelő szervezetek, akár kisebb súlyú jogsértés esetén is magasabb összegű bírságra számíthatnak. A hatóság a bírság kiszabása során értékeli az eset egyéb körülményeit is, mint például az adatkezelő korábbi gyakorlatát. Egy visszaeső jogsértő adatkezelő rendszerint magasabb összegű bírságra számíthat, mint egy olyan szervezet, amely korábban nem követett el jogsértést. A bírság bevezetése óta több olyan nagy port kavart eset is volt, amelyben a hatóság a magas összegű bírság kiszabásáról határozott. Az egyik első ilyen nagyobb publicitást nyert esetben nem is csupán az adatkezelő, hanem az általa igénybe vett adatfeldolgozó hibájából eredő jogsértés miatt is szabtak ki bírságot. A szóban forgó esetben egy hacker támadás miatt hozzáférhetővé vált több mint 50 ezer ügyfél adata. Jó lehet, sem az adatkezelő, sem az adatfeldolgozó nem volt közvetlenül felelős a kárért. A hatóság megállapította, hogy a gondatlanság terheli őket az általuk alkalmazott biztonsági intézkedések hanyagsága miatt. Ugye?
Ezek kicsit jogi hablatyok, de azért szerintem mindenki érti belőle valamelyest, hogy arról van szó, hogyha nem megfelelően vannak kezelve az adatok, akkor egyes, tehát esetleges hacker támadás során elő lehet venni bizony azt is, aki ezeket az adatokat nem megfelelően kezelte, ugye? Tehát, hogy nem azt mondom, hogy lehetővé tette, hogy hacker támadás történjen, de valamelyest itt vizsgálni kell ezt a lehetőséget is. Tehát ugye egy nyitott ajtó esetéről beszélünk, tehát hogyha nyitva van az ajtó, akkor senki ne csodálkozzon rajta, hogy esetleg azon az ajtó valaki bemegy, még hogyha ez nincs is feltétlenül megengedve neki. De ha lehetőséget biztosítunk a betörő számára, hogy bemenjen, tehát mondjuk úgy elősegítjük a betörést, akkor ne csodálkozzon, hogy kirabolnak bennünket. Ez nagyjából így tudom ezt érzékeltetni életszerű példával. Tehát ez azt jelenti, hogy vigyázzunk. Tehát csukjuk be az ajtót, zárjuk be az ablakot, stb. Stb. Itt most persze informatikailag kell ugyanezt érteni, tehát tegyük meg a megfelelő óvintézkedéseket, használjunk tűzfalat, használjunk különböző egyéb más olyan adatvédelmi szoftvereket, megoldásokat, amivel pláne, hogyha olyan ügyfeleket kezelünk, és itt most cégekről van elsősorban szó, tehát nem feltétlenül az otthoni számítógépünkről, bár ott is tegye meg mindenki ugye a megfelelő óvintézkedést, de hogyha mondjuk olyan cég vagyunk, akik ügyfelekkel és ügyfeleknek adataival, pénzével dolgozik, akkor igenis tegye meg a megfelelő lépéseket, hogy ne érje szó a ház elejét. Ettől függetlenül is természetesen lehetnek biztonsági rések, amiken keresztül mondjuk hacker támadást tud megvalósítani valamely hacker szervezet mondjuk, és ilyenkor ugyan vizsgálják majd azt is, hogy vajon mi elkövettünk-e hibát, tehát hogy mondjuk óvatlanok voltunk-e, és nem volt megfelelő mondjuk a biztonsági a biztonsága a rendszerünknek, de ha mi mindent megtettünk, és elvileg ebben nem találnak különösebb kivetnivalót, tehát nem mi tehetünk róla, tehát nem hagyjuk nyitva azt az ajtót, akkor gyakorlatilag onnantól kezdve nekünk ebből problémánk különösképpen nem lehet. Hát illetve hát maga a helyzet adja, hogy azért van, mert ha mondjuk pénzzel, tehát mondjuk egy bankról beszélünk, és ott az ügyfeleknek a pénzével játszadozunk, akkor gyakorlatilag ott azért lehet ennek következménye. Tehát magyarul, tehát sem az adatkezelő, sem az adatfeldolgozó nem volt közvetlenül felelős mondjuk a kárért, a hatóság megállapította, hogy gondatlanság terheli tehát őket az általuk alkalmazott biztonsági intézkedések hanyagsága miatt. A közzétett határozat rámutatott arra is, hogy az adatkezelő, amely személy vagy szervezet az adatkezelés célját megszabja, illetve azzal kapcsolatban döntéseket hoz, azt hívják adatkezelőnek, és az adatfeldolgozó, aki az adatkezelő megbízásából az adatokat technikailag kezeli, ugye, között megállapodás nem rendezte megnyugtatóan a felelősség kérdéseket, és azt sem, hogy végső soron melyikük felelős a biztonsági intézkedések betartásáért. Magyarul mindenki felelős. Tehát az is felelős, aki elköveti ilyen tettet, és az is felelős, aki nem vigyáz megfelelően ezekre az adatokra. Csak a mihez tartás kedvéért mondom ezt el, kedves nézők, ugye, nektek is, hogy ugyan természetesen nem szép dolog hackkelgetni, nem szép dolog rendszereket feltörni, na de a másik oldalt is egy picikét, tehát mindig elfelejtjük, és szeretik az emberek úgy magukról lesöpörgetni ugye a felelősséget, különösképpen a cégek. Azért igenis, tehát hogyha egy cég pláne sok adattal dolgozik, akkor tegye meg a megfelelő óvintézkedéseket. Egy igazán biztonságos rendszert azt azért elég nehéz feltörni, tehát hogy nem tudják olyan könnyen a hackerek azt csak úgy feltörögetni. Jó, ez az első hír, amire mindenképp... Ja, és ugye a lényeg az, hogy ez jogilag is ilyen módon van szabályozva, tehát nem egyszerű manapság mondjuk, ha valakit, mondjuk egy céget hacker támadás ér, akkor nem feltétlenül egyértelmű, hogy akkor itt biztosan csak a hackert fogják megbüntetni ebben a jogilag, hogyha itt valamiféle jogi útra terelődik a történet. Jó. Aztán, ha már hackergetésnél tartunk, akkor egy hír, iPhone-osokat fogom elszomorítani a következő hírrel, majd a reklámot előtte becsújjuk. Egyszerű wifivel támadhatók ugyanis az iPhone-ok, egy frissen felfedezett bug miatt a támadók végtelen ciklusban újraindításra kényszeríthetik az iPhone-okat, illetve az iPad-eket. A SkyCure kutatói a No Loss Zone-nak, magyarul lossmentes területnek nevezték el azokat a trükkös wifiket, amik erre kényszerítik az eszközöket. Egyelőre nincs más megoldás, mint kijönni az ilyen wifi környezetéből, amint egy lost futtató érzékeli a wifit,
amit speciálisan összerakott SSL tanúsítvány, amiben speciálisan összerakott SSL tanúsítvány van, ez felelős ugye a hálózatok biztonságért, a telefonon minden alkalmazás összeomlik, ami SSL-t használ, márpedig gyakran az összes, tehát szinte az összes alkalmazás, ugye már ami biztonságosnak mondható, és mondjuk úgy, hogy rendszer alkalmazások, stb. Tehát olyan alkalmazások, amiben mondjuk fizetési lehetőség van, vagy adatokat kezel, ugye megint csak az adatokra kell itt hivatkozni, azok nagy része SSL titkosítást használ. Tehát magyarul akkor az összes alkalmazás összeomlik, sőt a teljes operációs rendszer is összeomolhat. Itt van egy videó is egyébként az Indexen, amit most nem nézünk meg, csak mondom, hogy meg, majd akit érdekel, nézze meg. Amin ezt jól meg is mutatják, hogy hogyan omlik össze, hogyha egy ilyen úgynevezett no-loss wifi-re no-loss zone wifi-re csatlakozik rá az illető. Látszik, hogy amikor hogy akkor sincs mit tenni, hogyha valaki felismeri, hogy a támadás a wifi miatt van, nincs idő kikapcsolni. A kutatók szóltak az Apple-nek, a technikai részleteket csak azután közlik majd, hogy a cég kijavította a bugot. Hát reméljük sikerül nekik kijavítani. Tehát magyarul egy wifi-vel, wifi rendszer, egy wifi routerrel össze lehet omlasztani igazából az iPhone-okat, hogyha úgy van. Természetesen a trükköt ezt nem fogjuk elárulni, meg itt a szakértők se árulták, hogy hogyan kell ezt csinálni, de meg lehet csinálni, kérem szépen. Tehát van egy ilyen bug az iOS operációs rendszerben. Úgyhogy tessék vigyázni, és hamarosan majd gondolom jön ki ehhez majd valamiféle javítás, illetve foltozása a rendszerhez. Jó, na, oké, hát van még hír, de majd erről kicsit később, mert úgy látom, hogy Skype hívónk is van, úgyhogy akkor vele folytatjuk. Hogy? Élő, hát miért lenne élő? Hát itt a nagy kapkodás, mindent elfelejtünk, ugye? No, kezdjük a Skype-olónkkal. Halló, szia! Halló! Szia, parancsolj! Kicsit halkíts le a streamet, és a Skype-on keresztül figyeld a hangom, kérlek, jó? Hogy akarja a stream? Ja, itt a beállításokban? Nem, vagy a tévét halkíts le, és a Skype-on keresztül hallod, amit mondok, nem? Gábor. De. Na, hát akkor... Hallom. Mesélj, kérdezz, miért hívtál? Ahó! Ja, nem. Na jó, akkor még egyszer elmondom mindenkinek. Jó, akkor úgy látszik, minden műsort ezzel kell kezdeni. Lehet, hogy megváltoztatjuk a Restart főcímét, és előtte az első pár percben elmondjuk a technikai szükségleteket, hogy hogyan kell egy televízió műsorba betelefonálni, hogy nekem ne kelljen minden egyes alkalommal elmondom minden adásban külön mindenkinek, hogy aki telefonál vagy Skype-ol, az halkítsa már le azt a majdnem csúnyát mondtam, tévét vagy internetes streamet, és a Skype-on, illetve a telefonon keresztül figyelj a hangomat, mert nem fogunk tudni kommunikálni. Nem fogunk tudni 3-4 másodperces csúszással egymással szót érteni, vége lesz a műsornak, mire kinyögjük a kérdést. Ugyebár. Jó? Tehát ezt így mondanám mindenkinek. Bocsánat, csak mérges vagyok ilyenkor. Jó, nézzük az internetes hozzászólásokat. Azt mondja, hogy állítólag a 8.3-as verzió iOS-ben ez már javítva van. Hát Tibi, én nem vagyok ebben olyan biztos, vagy nem tudom, hogy a 8.3-as iOS mikor jelent meg, de ha jól tudom, az már nem most, hanem talán 1-2 hete. És ez egy friss hír, tehát hogy valószínűleg nem dobták volna ki ezt a hírt, hogyha már javítva lenne a 8.3-asban, tehát szerintem még nincs, de nem akarok hülyeségeket mondani, úgyhogy ennek majd egy kicsikét utána járunk. Jó? Úgyhogy lehet, hogy így van, lehet, hogy nincs így, meg fogunk róla bizonyosodni. Aztán Vince Ádám László írja nekünk, szia Vendi, az miért van, hogy Android alkalmazások Wi-Fi-ről, az itthoniról, internet kapcsolat után sírnak, mobilnettel pedig mennek? Például a Viber. Hát nem tudom, de így semmi nem működik Wi-Fi-vel Androidon, és mondjuk más Wi-Fi, tehát mit tudom, számítógép
ami szintén mondjuk wifi-ről megy esetleg, vagy egy másik telefon, az úgy, az működik? Csak azért, mert ugye ki kéne deríteni, hogy hol a probléma, mert azok sem működnek, vagy nem próbáltad, akkor lehet, hogy a wifi beállításokkal nem jó valami, és a telefonod egyszerűen nem akar a wifihez vagy csatlakozni, vagy nincs neted, úgy egyáltalán, és ezért nem akar menni. Tehát lehet, hogy magához a wifihez hozzá van csatlakozva, de hogyha maga a wifi routeren nincs internet, tehát nincs a netre csatlakozva a router, akkor bizony valóban nem fogsz tudni netezni. Tehát valami ilyesmi lesz itt a probléma. Oka. Jó, aztán Zsolt, szia Vendi, tudsz-e esetleg egy olyan progit, ami egy e-mailt küld a számítógép bekapcsolásakor, a Windows feladatütemezője már elavultnak tekinti, és konfigurálni sem lehet ezt. Akár te, vagy akár valamelyik kedves néző tud-e ilyet mondani nekem? Köszönöm szépen, és remélem már jól vagy. Köszönöm szépen, Zsolt, kérdésed. Meg vagyok. Jobban, mint mondjuk múlt héten. Én most így hirtelen nem tudok, de érdemes lenne körbenézni esetlegesen valamilyen egyszerű parancsorból futtatható e-mail küldő megoldásról. Nem tudom, hogy Windows-ban alapból van-e ilyen. Mintha lenne egyébként, mert Windows szolgáltatás, tehát Windows-on belül is van e-mail küldési lehetőség, tehát maga a Windows szolgáltatásként is lehet e-mailt küldeni. Sőt, mintha lenne olyan kapásból, hogy alapból ugye a Windows szolgáltatások, mint úgy, bizonyos hibák esetén tudnak e-mailt küldeni, ha ők leállnak, akkor mondjuk e-mailben értesítik a megfelelő e-mail címet, ugye, küldenek egy e-mailt rá, egy úgynevezett alert e-mailt. Tehát valami hasonlót lehet esetlegesen beállítani, és ugye egy számítógép bekapcsolása is gyakorlatilag egy olyan történet, hogy valamelyik szolgáltatás, amikor elindul, küldjön egy e-mailt, gyakorlatilag tök mindegy, melyik szolgáltatás, olyan a szolgáltatáson beszélünk, ami alapból el kell, hogy induljon a Windows-zal együtt, akkor küld egy e-mailt. Ezt esetleg érdemes kipróbálni, vagy érdemes, mint mondtam, egy olyan parancsorból is futtatható e-mail küldő szoftvert keresni a neten, valami simple e-mail, vagy mit tudom én, valami olyasmire keresél, egy command prompt, e-mail sending, valami ilyesmi kulcsszavakra keresél rá a neten, és akkor szerintem biztos, hogy valami ilyesmit le fogsz tudni tölteni, és azt mondjuk egy batchbe berakod, tehát automatikusan, amikor a számítógép indul, automatikus indítással induljon el, és akkor küldeni fog neked egy e-mailt, ha elindul a számítógép. Ezt tudom így hirtelennyében. Így kimondott programot nem tudok, de szerintem lehet ilyet találni a neten, biztos vagyok benne. Jó, na, Norbival folytatjuk. Hello, Norbi! Jó, Vendi, szia! Az lenne a kérdésem, hogy én szeretném a laptopomra megvásárolni a GTA-t, az 5-öt, és az lenne a kérdésem, hogy nem tudom, nem vagy annyira otthon a játékok terén, de én a gépigényét megnéztem, nem a minimum, de nem is az ajánlott apró cím például, az i3-as, 8 giga RAM-mal. De viszont ami kicsit aggaszt az, hogy egy Radeon videókártyám van, és tudnélik, hogy a GTA az a... Hát inkább Nvidia-s, igen, de szerintem egyébként Radeonon is megy. Vagy hát nem hinném, hogy olyan ilyen szinten sok különbség lenne, hogyha jó minőségű a videókártyád, úgy értem a minőséget, hogy legalább egy középkategóriás, akkor szerintem, mivel a procid is középkategóriásnak minősül, szerintem menni fog, tehát nem hinném, hogy ezzel gond lesz. Jó, hát nem fullos beállításokon, de közepes, vagy lehet, hogy a közepesnél egy nagyon kicsit úgymond rosszabb grafikai beállításokon, de szerintem működni fog. Hát a videokártya az egy Radeon M232 GB-os memóriával. Hát, figyelj, ezt így nem tudom hirtelen, tehát meg kéne nézni igazából, hogy ez a videokártya hova pozícionálható. Van egy olyan oldal, hogy gépigény.hu, én ott be vagyok regisztrálva, és ott még az ajánlottnál is minden pipot, csak úgy a processzor nem. Aha. Hát szerintem a proci az, nem tudom, mekkora óra jele van? Hát kicsi, 1,90-as. 1,9, és ez hányadik generációs i3-as? Negyedik. Negyedik, az nem olyan rossz, szerintem legalábbis. Figyelj, szerintem menni fog.
menni fog, csak lehet, hogy egy picit vissza kell venni a beállításba. És meg azt akarom megkérdezni szerinted, hogy ha veszek egy bevásárlóközpontba egy játékot, és megnézem, hogy hogy megy, és tudod, hogyha úgy vagyok vele, hogy nekem nem megfelelően tudja vinni a gépem, akkor azt vissza tudom vinni nekik, hogy mondjuk másra levásárolnám? Hát ezt meg kell kérdezni a boltban, elvileg ugye a törvény szerint visszaviheted, ha jól tudom, bár itt mindig változtatnak ezen, és már annyiféle információ ezzel kapcsolatban, most nem tudom, hogy éppen melyik már megint a hatályos ezzel kapcsolatban. Tehát ha neten veszed meg a játékot, akkor biztos, hogy visszatudod, tehát el tudsz állni a vásárlástól 14 napig is akár. Ha boltban vásárolod meg, akkor ez meg a bolttól függ, én azt hiszem. Tehát, hogy lehet, hogy törvényileg már nincs ilyen, hogy 72 órán belül visszaviheted, de hogyha a bolt jó fej, akkor elvileg ezt lehetővé teszi neked. És szerintem akkor le tudod vásárolni. Hát előtte megkérdezem, aki ezzel adótól ezt. Igen, tehát előtte mindenképpen kérdezd meg, és hogyha ők azt mondják, hogy erre van lehetőség, akkor meg lehet oldani, ha meg azt mondják, hogy nincs lehetőség, hát akkor meg logikus módon, akkor neked kell eldönteni, hogy bevállalod, vagy nem vállalod be. Oké, köszönöm a választ. Oké, nincs mit. Hello, hello, szia, szia. No, lehet továbbiakban is hívni bennünket. Roland írja nekem, szia Vendi, örülök, hogy jobban vagy, köszönöm szépen. Ezt a videót ajánlom mindenkinek, akik mindig lehordják, vagy elhordják a Samsungot. A Samsung cég sokkal nagyobb, mint azt sokan nem is feltételeznék róla. Nagyon jó kis dokumentum videó a kezdetektől egészen a jelenig, ahogyan is kezdtek fejlődni évtizedek alatt. Amúgy az Apple, meg sok híres cég a mai időkben mellette egy kis törpe cég szerintem. Sokféle területen ott vannak, és újítanak mindig valamiket, amellett segített az Apple-nek is eleget az évtizedek során, és más híres cégeknek is a fejlődésben. Hát igen. Bár én most nem szeretnék ilyen nagy respekt reklámot csinálni itt a Samsungnak, mert egyébként ez az összes nagyobb cégről elmondható, tehát hogy most miért emelnénk ki kimondottan itt egyet ezek közül, tehát hogy ennyi erővel mondhatnám az LG-t is, vagy mondhatnám a Philips-et is, akik mondjuk egyébként speciál mondjuk az okostelefon területen annyira nincsenek ott, de ha jól tudom, még van. Most a Philips-ről beszélek, ugye, hogy ne csak a Samsungról, tehát vannak ilyen, főleg ugye keleti, távol-keleti nagy gyártó cégek, akik hát mikrohullámú sütőtől kezdve az okos telefonokig, a számítógépekig mindenfélét gyártanak, ugye, tehát nem csak szórakoztató elektronikai cikkeket, ami közé egyébként simán besorolható az okos telefon is, vagy táblagépek is, hanem tényleg elmennek odáig, hogy mikrohullámú sütő, mit tudom, van amelyik még autót is, most van ilyen cég, ugye, például a Daewoo. Ugye? Hát sem tudják, hogy a Daewoo az nem csak autókat gyártott, de most már azt hiszem, hogy így kimondottan nem gyárt, már azt hiszem a Chevrolet felvásárolta őket, vagy ott fúzionálás volt, vagy ilyenek, de például ő autóktól kezdve szinte mikrohullámú sütőkig mindenféle dolgot gyártott, de a hajsütő vastól kezdve a borotvákig, a nem tudom, és így mondhatnám ugyanerre tényleg a Philips-et, a Samsung ugyanez a kategória. Hát most az Apple-t ebben nem sorolnám bele, bár ugye amennyire most már itt az okos eszközök terület járunk, itt most már okos óráktól kezdve, okos telefon, minden, most már lassan tényleg várom az okos hűtőt, az okos mikrohullámú sütőt, meg az ilyeneket, tehát hogy úgyhogy ennyi. Vannak ilyen dolgok, de akit érdekel, természetesen nézze meg a Roland által ajánlott videót is. Menjünk tovább. István, hello Wendy, segítséget szeretnék kérni, Windows 8.1 Pro alatt BitLocker meghajtó titkosítást használok, most vissza szerettem volna blokkerrel fejteni a meghajtót, de egy hiba üzenete vár, miszerint a visszafejtés sikertelen. Ha a gépet újraindítom és feloldom az akkoriban megadott jelszóval, akkor feloldja a meghajtót, de visszafejtéskor továbbra is hibát jelez. A meghajtó ezen oprendszerrel lett letitkosítva, más rendszer alatt is próbáltam visszafejteni, de mindenhol hibát jelez. Köszönöm a segítséged, jó a műsor. Bevallom őszintén, az ilyen titkosításokban annyira nem vagyok otthon, nem igazán szoktam
titkosítani, mondjuk így, és pont ezért nem egyébként. Tehát ugye már ezt a titkosítást már Windows XP, már Windows 2000 is tudott ilyeneket csinálni. Nem, akkor még nem ezzel a BitLocker-es megoldással, de hasonló megoldással egyébként. Csak ugye ez is fejlődött azóta már egy csomót. És már akkor is gondok voltak vele. Tehát például az, hogy egy másik operációs, vagy elszáll a file rendszer, vagy valami gond van, akkor nem, hogy az adataidhoz nem férsz hozzá, mert alapesetben mondjuk egy adat visszaállítóval vissza tudnád állítani az adatokat, ha esetleg mondjuk a logikai file rendszer elszáll, de fizikailag megvannak az adatok. De ha ezek még titkosítva is vannak meg, na onnantól kezdve nem lehet rendet csinálni. Tehát én azt, hogy titkosítjuk a rendszert, én ezt egyáltalán nem ajánlom, persze ezt tudom, hogy téged nem vigasztal, meg nem segít azon, hogy neked viszont vissza kéne állítani. De nem tudok rá igazából a megoldást mondani, mert nem vagyok ebbe otthon, úgyhogy kérjük a kedves nézők segítségét, tehát telefonos segítséget, akkor mondjuk így, aztán próbálj meg Istvánnak segíteni, hogy milyenkor a megoldást, vagy mit lehet egy ilyen problémával kezdeni. Nem akarja senki megkérni a Feri bácsit, hogy ne ilyenkor takarítson, amikor én műsort csinálok, úgy mellesleg, tehát hogy itt a nem tudom, a traktorral a hátam mögött, mert egyszerűen nagyon idegesítő. Iszonyúan idegesít. Máskor is, de tehát, hogy műsor alatt meg különösképpen. Jó. Zolival folytatjuk. Szia, Wendy! Az Inter Wireless Display-ről tudnál lemondani pár mondatot, például, hogy hogyan küldhetném a jelet a monitorhoz, tévéhez, itt értve nem csak smart tévéhez, hanem normál eszközhöz is. Köszönöm előre is, remélem meggyógyultál. Köszönöm szépen. De olyan nagyon nem voltam beteg, volt egy kis gyomorrondásom, ez szerintem mindenkivel előfordul, de aranyosak vagytok, hogy így aggódtok, és én is remélem, hogy meggyógyultam. Maradjunk ennyiben. Na most ez az Intel Wireless Display, ez egy kicsit olyasmi, mint tehát ugye vezeték nélküli képátvitelről beszélünk, ami arról szól, hogy ne kelljen ugye valamiféle HDMI, vagy DVI, vagy VGA kábellel ugye hozzá kötni a számítógépet egy adott monitorhoz, vagy megjelenítőhöz, hanem meg lehessen oldani ezt vezeték nélküli módon. Ez egy protokoll gyakorlatilag. Tehát ahhoz, hogy ezt lehessen használni, ahhoz ismernie kell mind a vevőeszköznek, mind az adóeszköznek ezt a protokollt. Tehát ha általában az integrált videókártyák támogatják az Intel-es integrált videókártyák, az újabbak támogatják ezt a, illetve az alaplap gyakorlatilag azt az Intel Wireless Display-t, ami lehetővé teszi, hogy te a számítógépről meg tudjál osztani így vezeték nélkül akár a monitorodnak a képét, vagy akár a másodlagos kijelzőt, tehát ugyanúgy, mintha egy videókártyának kábellel kötnéd be ugye a képét egy monitorba, ám de a monitornak is valamilyen szinten ismerni kell. Tehát a nem smart TV esetén ez kapásból érdemes elfelejteni, illetve valamiféle olyan sticket kell vásárolnod, vagy egy olyan vevő berendezést kell hozzá vásárolnod, ami képes lehet ennek az Intel Wireless Display technológiának a jelét venni. És azt hozzá kötve bármilyen monitorhoz, akkor meg tudod rajta jeleníteni a képet, de alapesetben ez nem nagyon van támogatva. Van egy-két gyártó, akik támogatnak ugye alapesetben is ilyen vezeték nélküli képátviteli megjelenítést, ugye televíziógyártókról beszélünk, de általában ezek inkább a mirakasztos megoldást támogatják. Ezt az Intel Wireless Display-est én még ilyennel nem találkoztam, bevallom őszintén. Lehet vásárolni hasonló eszközt, mint a Chromecast mondjuk, ilyen Intel-es Wireless Display-es vevőt mondjuk így, de nem olcsó történet. Jó, mondjuk egy Chromecast se annyira olcsó, de még mindig olcsóbbak az ilyen Miracast, Chromecast, S-castos megoldások egyébként, mint ez a megoldás. Tehát én inkább azt javasolnám neked, nem tudom, hogy milyen módon akarod átvinni a képet, vagy mi lenne a pontos célja, ami miatt én tudom, gondolom nem szeretnél kábelt venni, stb. Vagy messze van a tévé, és nem megoldott szépen a kábelezés. De az igazság, hogy az ilyen vezeték nélküli képátviteli megoldásoknak mindig van egy kis hátulütője. Az egyik az, hogy teljesen folyamatos képet azért ezekkel nehéz átvinni. Tehát úgy értem itt a nehéz átvinni dolgot, hogy azért itt van benne késés egy pici, van benne egy kis akadozás, tehát itt ne várjunk ugyanazt, mint kábelem. Tehát amúgy sem feltétlenül biztos, hogy ez. Tehát ez prezentációkhoz
megfelelő lehet, ahol nem kell, hogy egy, tehát egy film nézéshez már nem feltétlenül biztos. Tehát a filmeknél már azért látni némi kis akadozást. Ugye, amikor mi itt a televízióban szoktunk, ugye itt nekünk is van egy hasonló, bár ez is egy teljesen más technológia, amit a mi képvágó pultunk használ, erre van egy program, amit fölteszünk a számítógépre, elindítjuk, és akkor gyakorlatilag hálózaton keresztül átviszi a képét a képpultba, és ki lehet tenni a képét. Ugye sokszor szoktátok látni, hogy ha beadjuk a számítógép képét, akkor néha-néha bizony akadozik. Most azért nem tudom prezentálni, mert most fizikailag kábellel van bekötve, tehát ilyenkor nem akadozik, de wireless megoldással bizony akadozik a képnek az átvitele, és bizony van benne némi kis késés is. Na, valami hasonlót lehet tapasztalni egyébként az ilyen vezeték nélküli átvitellel kapcsolatban, tehát azért kérdezem azt, hogy mi a pontos cél. Tehát a filmeket szeretnél például ilyen módon nézni, akkor én nem ezt a megoldást javasolnám neked, hanem tényleg inkább az ilyen kasztos megoldást, ami igazából DLNA, tehát gyakorlatilag maga a kis eszköz, tehát mondjuk egy Chromecast vagy Miracast eszköz, vagy a beépítve a tévé, ha tudja ugye az ilyet, az okos tévék tudják, akkor ha arra küldesz át egy filmet, akkor gyakorlatilag streameled, és a tévé dekódolja a filmet, tehát nem maga a képi anyag megy át olyankor, hanem egy adatfolyam megy át, amit a tévé dekódol és megjelenít, tehát úgy töredezettségmentes és gyönyörűen szépen, hogy úgy mondjam, megjelenített kép lesz a végeredmény. Az ilyen real-time kép átviteli megoldásnál sajnos nem lesz töredezetlen a kép. Jó? Remélem érthető azt, hogy így mondom. Visszakanyarod az eredeti kérdésedre, hogy Intel Wireless Display, ez pedig az Intelnek egy saját hasonló szabványú vezeték nélküli képátviteli eszköz, elég ritka. Tehát nem nagyon vannak olyan eszközök, amik ezt használják. Természetesen komolyabb Intel monitorok, igen, de hát az felső kategória, pénzben is. Televíziókban, okos tévékben én nem tudom, hogy használnak-e ilyet. Lehet kapni ilyen sticket, vagy nem biztos, hogy stick, hanem lehet, hogy van hozzá egy kis set-top box-szerű dobozka, amiben lehet ennek a jelét venni, de szerintem ez drága megoldás. Tehát akkor már jobban jársz egy Chromecast-tal, vagy Miracast-tal, vagy S-Cast-tal. Azért mondom ezt a hármat, hogy nem akarom itt egyiket se kiemelni, itt kimondta a reklámként, de ezek tudják ezt a fajta úgynevezett cast technológiát, broadcast technológiát használni. Jó, Tibi írja itt közben itt az iPhone-os Wi-Fi hibával kapcsolatban, hogy a SkyCure szerint, bár egyelőre hivatalosan még nem erősítették meg, az iOS 8.3-as verziója valószínűleg orvosolja a problémát. A frissítés minden felhasználónak erősen ajánlott. Jó, na, tehát magyarul, ha ezt ők sem erősítették meg, akkor igazából én sem erősíteném meg. Jó? Tehát, hogy attól is függ persze, hogy milyen forrásból írják ezt, mert azért ismerjük, hogy az Apple fanok és az onnan származó, vagy az olyan oldalak, akik kimondottan őket favorizálják, hogy hajlamosak túlzásokba esni, és azt mondani, hogy természetesen ez már ki van javítva, meg minden, miközben még nem erősítették meg hivatalosan ezeket az információkat, de már tényként közlik, úgyhogy én nem kezelném kész tényként csak azt tudjuk kezelni, hogy van ez a hiba, ha kijavították, akkor kijavították, nagyon örülünk, ha nem, akkor tessék ezért ettől függetlenül gyanakvással kezelni. Jó, aztán Ádám írja nekünk a gépem is ugye wifi-s problémára, ugye az előbbire, hogy a telefonon nem ment a wifi, a gépemen is megy a wifi, a telefonon is megnyitja a weboldalakat Chrome-mal, csak az alkalmazásokkal van gond wifi-ről, fórumon mondtak valami port forwardingot, az mi? Hát, de hát akkor van a telefonodon net. Tehát akkor ott magával, vagy nem tudom, hogy milyen alkalmazásokról beszélünk, mert ugye egy többet is mondasz, mert többes számba mondod, de tehát ha a telefon is megnyitja a weboldalakat, hát akkor nincs ott gond. Ha? Tehát, hogy akkor van a telefonon net, hát ha a telefon böngésző meg tudja nyitni a weboldalt, akkor van a telefonon net. Akkor ott szerintem az alkalmazásokkal van valami gond, hogy ők nem látják a netet. Vagy nem tudom, hogy van-e valami, nem tudom milyen a telód, de lehet, hogy telefonon belül is le lehet bizonyos típusú telefonoknál, hogy úgy mondjam, tiltani alkalmazásonként, hogy hozzáférhet-e a nethez, vagy valami ilyesmi tiltások esetleg. Vagy nem tudom, telefonon lévő ilyen tűzfalak, meg vírusírtók, nem tudom, ilyesmit használsz-e, mert van egy
egy olyan érzés, ami azok is ilyesmit tudnak csinálni, hogy számítógép esetén is, ugye, hogyha fölteszed el internet security szoftvereket, akkor lehet akár programonként korlátozni, hogy mi férhet hozzá a nethez, és mi nem. Hogyha telefonon használsz ilyesmit, akkor lehet, hogy ott is valami ilyesmi van. Gyári rendszer visszaállítás. Ezt tudom, hogy hirtelen javasolni, és hogyha utána is ezt csinálja, akkor nincs ötletem. A routerben a port forwarding, az ugye port átirányítást jelent, annak én nem hinném, hogy ez túl sok köze van, ez maximum olyan programok esetében lehet megoldás, amik befelé kommunikálnak, tehát valamilyen portot szeretnének kifelé megnyitni, de mivel routeren belül vagy, azért nem látszik kifelé az a port, és akkor a routeren belül port forwardinggal meg tudod oldani azt, hogy egy belső, tehát egy hálózaton belül lévő eszköznek bizonyos portja az kifelé látszódjon, és vice versa, tehát lehet olyat is, hogy egy kint lévő gép, a belső számítógép kimondott egy-egy portjára küld adatot. Ezt lehet a port forwardinggal megcsinálni, tehát magyarul portokat továbbítasz. Erre való a port forwarding, nem hinném, hogy itt bármilyen programnak is erre egy kimondottan szüksége lenne, vagy alkalmazásnak, úgyhogy szerintem nem erről van szó itt ebben az esetben, hanem van másról. Tehát szerintem a program, azokkal az alkalmazásokkal lesz valami gond. Úgyhogy azt megpróbáltad, hogy az az adott alkalmazás, ami ezt csinálja, azt esetleg leszeded, visszarakod, hát ha megoldódik ennyitől is, ha meg nem, akkor rendszer visszaállítás. Jó? Steve, nem akarsz hozni nekem egy poharat? Mert úgy innék, csak nem akarok itt bunkó lenni és egy üvegből inni, mert az milyen már. Nagyon csöves megoldás, tök mindegy valami pohár, amiben önthetek egy kis itókát magamnak, hogy ne száradjak ki. Nézzük tovább, autót is gyárt a Samsung, tessék, itt kis érdekességképpen Ádám. Na hát akkor ennyi, tehát gyakorlatilag az ilyen nagy cégek, pláne távol-keleti cégek egyébként, szerették a portfóliójukat úgy mindenre kiterjeszteni, tehát olyan dolgokra, ami nem is gondolnán. Tehát van olyan gyártó, én ismerek, hát végülis miért nem mondhatnánk ki, úgyse fog senki liftet venni, vagy legalábbis nem valószínű, de például a Toshiba, nem tudom, tudtátok, a Toshiba amellett, hogy laptopokat gyárt, bár ha jól tudom, ugye táblagépeket, okostelefonokat, bár abban már köszönöm szépen, ha jól tudom, azt az üzletágát most már talán nem erőlteti annyira, vagy talán meg is szüntette, de például a Toshiba lifteket is gyárt. Tehát, hogy vannak ilyen érdekes portfóliók, amiket, vagy nem tudom, profilok inkább úgy mondanám, amik benne vannak a portfóliójában egy-egy cégnek, mégsem feltétlenül biztos, hogy erről híresek. Ugye a Samsung is, ha most ez volt a példa, az is mostanában leginkább a telefonjairól, híradás technikai eszközeiről híres. Miközben tényleg nagyon sok mindent, ahogy itt Ádám küldte, egy cikkben autót is gyárt. Okay. Micsoda, Zsuzsi írja nekünk, Wendy, P betűset ne említsd, léci, olyan a DVD lejátszom, és bezöldíti a képet. 3-4 éves. P betűset ne említs. Ja, tudom, a Philipsről beszélünk, miért ne említsem. Hát, attól még miért ne említsem, mert azért, mert neked van egy rossz DVD lejátszód, attól még a márka nem biztos, hogy rossz, sőt, nekem olyan a tévén például. Megint csak reklámmentesen mondom. Nem is, tehát hogy a képe gyönyörű, a funkcióiról ne is beszélj. Tehát hogy azt inkább hanyagoljuk, jó okos tévéről beszélünk. Nem mai darab, azért azt így hangsúlyozom, de nem valami erős az okos tévé része. Tehát nem is nagyon használom az okos tévé részét a tévémnek, arra van a Chromecastom. Úgyhogy ha valamit akarok tévén keresztül nézni, filmet, videót, YouTube-ot, ilyesmit, akkor ezt a Chromecastomra küldöm ki, nem a tévére. De egyébként tök érdekes, azt észrevettem, hogy ugye a TV távirányítóban okos TV, bár egyébként most már ilyen univerzális távirányítókat adnak a tévékhez általában, ami, tehát hogy ugyanaz a távirányító van az okos TV-hez is, mint a nem okos TV-hez, mert például anyukámnak is hasonló, tehát ugyanilyen típusú TV van, csak nem okos, és ugyanaz a távirányítója van, mint az én TV-mhez. És csak azt akartam mondani, hogy azon van ugye ilyen lejátszás, felvétel, tekerés funkció, tehát rajta vannak már ezek az ilyen irányító funkciók, ugye, amivel elvileg ugye DVD-t, meg ugye az okos TV esetén, ugye, ha rögzítesz valami videót, akkor azt tudod tekergetni, és a Chromecast azt csinálja, képzeljétek el, hogy ugye a Chromecast be van dugva a TV-be, arra ráküldök mondjuk egy YouTube videót, akkor
valamiért életre kelnek ezek a gombok, és ugye nincs közel hozzá, mert én nem a tévére küldöm, hanem a Chromecast-ra küldöm a videót, és mégis a tévé távirányítójával a play, stop, meg a tekerés gombok működnek. Ezt azért egy hangsúlyoznám, hogy a Chromecast... Ja, az kapásból úgy van, hogyha küldök egy videót, automatikusan átkapcsolja a Chromecast-ra a tévét. Tehát ugye gyakorlatilag a Chromecast egy picit úgy tudja irányítani is a tévét, ugye HDMI-n keresztül, és valószínűleg pont ugyanilyen funkciókat, tehát úgynevezett ilyen vezérlő funkciókat is át tud adni a tévének. Ezért van az, hogy a tévé távirányítójával gyakorlatilag tudom a Chromecast-ot távirányítani, tehát vezérelni, mert ugye az csak egy kis eszköz, tehát ezt nem tudom sehonnan vezérelni, maximum telefonról, számítógépről, de ezek szerint a tévé távirányítójáról is. Ezt most fedeztem fel, ez tök újdonság volt nekem. Csodálkoztam is először, tehát néztem egy videót, és megnyomtam a tévé távirányítóján a post, mert csörgött a telefonom, és elkezdtem telefon, és utána így nézem, mondom, mit csináltam én? A tévé távirányítójával állítottam meg egy Chromecast, a telefon, nem, a számítógépemről játszottam ki, a számítógépemről kijátszandó videót a tévém távirányítójával lepózoltam, és utána meg play-jel elindítottam, hogy mi van? És megcsinálja. Tehát, hogy csak így mondanám, hogy vannak ilyen érdekes felfedezések még számomra is. Jó. Okos telefon extra biztonságos személyes adatok védelmében a legerősebb anyagból van, és itt egy telefont. Az a baj, Roli, ezekkel, hogy tök jó, csak ugye ezekkel az ilyen reklámos dolgokkal, mint az előbb is ugye a Samsung-a kapcsolja, tehát hogy igazából ezeket nekem annyira nem szabad így feltétlenül reklámoznom, tehát tök jó, hogy ezeket így írogatod, meg érdekességképpen, csak nem mindent tudok én itt feltétlenül, hogy úgy mondjam, reklámozni meg nem is szeretném, de jó, hogy írod, akit érdekel, olvassátok el természetesen, itt egy telefont promózol éppen, ami biztonságilag tökéletesen jó az adatok védelmére. Jó, aztán Gábor írja nekünk, csőzet, a lemezes programokat és játékokat csak eredeti bontatlan csomagolásban cserélik ki, gondolom én a CD-ki miatt. Hát igen, de ez a bontatlan, ez elég hülyén hangzik. Inkább úgy szokták mondani, hogy nem az, hogy bontatlan, sértetlen állapotban. Tehát a bontatlan az hülyeség, mert hogyha valaki vett egy adott eszközt, és akár meggondolja magát, akár azért, mert ki szeretné cseréltetni, vagy bármi, hát ahhoz ki kell, hogy bontsa, nem? Tehát általában pláne egy játékot. Tehát most hazaviszed, játszol vele, a leleményesebbek le is másolják azért, gondolom, vagy nem tudom, most nem akarok ötleteket adni, de gyakorlatilag, tehát anélkül, hogy nem bontott ki, nem tudod használni. És akkor utána, ha azt ki akarod cseréltetni, tehát azt nem tudod bontatlan állapotba visszavinni. Tehát inkább a sértetlen állapot, tehát hogy ne legyen karcos, legyen meg minden hozzá, tehát hogyha mondjuk valami eszközről beszélünk, amiben voltak kábelek pluszba, vagy nem tudom, akkor azokat a kábeleket is vissza kell hozzáadni, tehát nem elég csak az eszközt így visszadom, dobozni, kötözség visszahoztam. Nem, dobozba, eredeti csomagolásában végül is így oké, de bontatlan az pont nem ebben az esetben, nem akarok itt szavakba belekötni, de gyakorlatilag lehet kivitelezhetetlen, hogy ne bontsd ki, hogyha nem tudod kipróbálni. Jó, menjünk tovább. Azt mondja, hogy Kálmán írja nekünk, a Yamaha pedig zongorát gyárt. Például, vagy szintetizátort, vagy gitárt, vagy tehát hangszereket is, igen, valóban, miközben egyébként motort is. Meg talán autót is gyártott régebben, vagy lehet, hogy nem tudom, nem akarok hülyeséget beszélni, de igen. De egyébként meg igen, tehát ők is sokféle, most nem akarok belemenni, mert mondom, nem akarok hülyeségeket mondani, de azért az is egy olyan cég. De látjátok, hogy ezek jó kis keleti ilyen kis ázsiai cégek, nem? Kelet-ázsiai cégek. Tehát ezek általában kínai, japán, dél-koreai, majdnem észak-koreát mondtam, nem? De dél-koreai, tajvani, hongkongi cégek, ugye, ahol ezeket úgy, ott azért sokféle dologra szükség van, sokan vannak, és egy-egy cég ugye bevállal nagyobb, hogy mondjam, profil, vagy több profilt is, a több profitért cserébe. Jó, aztán István.
Hello Wendy, összetett napi utolsó kérdésem az lenne, hogy a frissen telepítettem újra a Windows 8.1-es rendszeremet, és a Windows intéző 10 percenként leáll, majd újraindul, és ezt egy hibaüzenettel is jelzi. Frissítve lett a rendszer, mi lehet a baj? A gépem egy Intel mi ez? G620-as CPU, 16 giga RAM, alaplapon leírt alaplaponnak van egy BIOS frissítése, méghozzá UEFI BIOS, nekem az F13-as verzió van fent, gondoltam frissítem, hát ha megszűnik a hiba, az UEFI BIOS-t nem engedi rátenni az F13 helyére. Mit tudok vele csinálni? Köszi a segítséget. Hát nem tudom, biztos, hogy ahhoz az alaplaphoz van ez a frissítés? Tehát, hogy, mert, tehát hogyha az alaplap gyártó oldalán van fönt firmware frissítés, akkor annak úgy bele kéne menni abba az alaplapba. Tessék megnézni a reveket is, ugyanis van egy-egy alaplap, ami lehet, hogy ugyanaz típusügyileg, de van belőle egy rev 1, rev 2, vagy rev 1.0, 1.1, 1.2, mit tudom én, hogy szokták ezeket számolni, de az nem ugyanazt jelenti, hanem mit x-edik generációt jelenti. Tehát lehet, hogy mit tudom én, abban az évben, vagy mit én, kiadtak egy alaplapot, és akkor csináltak hozzá egy frissítést ahhoz az alaplaphoz, ne kérdezd miért, lehet, hogy azért pont nem mondjuk bugos volt az előző. És mondjuk azért csináltak, vagy a következő évben nem adtak ki ugyanabból a szériából újat, csak egy kicsit ráncfelvarrást csináltak rajta, és ezért ugyanaz maradt a sorozat száma is, meg minden, csak kapott egy Rev2-es besorolás, vagy Rev B, olyat is szoktak, Rev A, Rev B, tehát ugye revision, tehát felülvizsgált változat, és hát lehet, hogy az egyikre fölmegy, a másikra nem megy föl. Tehát lehet, hogy neked is itt valami ilyesmiről van szó, tehát hogy nem tudod feltenni ezek szerint, tehát nem engedi rá, az azt jelenti, hogy mégse jó az a firmware frissítés, akkor ahhoz az alaplaphoz. Tehát hiába a gyártó oldaláról szeded le, bizonyos, hogy megról, hogy biztos, hogy ahhoz az alaplaphoz van-e, mert ilyen különbségek is vannak. Úgyhogy ez a mit tudsz vele tenni, hát ha nem hozzával, akkor semmit alapesetben. Aztán ez a, hogy miért száll el a ugye intéző 10 percenként, erre sem tudok mit mondani igazából. Tehát az intéző az ugye a Windows rendszereknek gyakorlatilag az alap fájlkezelője. Tehát a fájlkezelő önmagától, hogyha csak úgy elszáll, az valami komolyabb hibára utal. Lehet akár fizikai hiba, tehát gondolhatunk itt memória hibára esetlegesen, vagy valami táphibára, tehát valamilyen ingadozás van esetleg, és időnként a számítógép teljesítménye lecsökken, és ilyenkor a számítógép megpróbál kompenzálni, ezt ugye korábban kék halállal tette, mostanában a kék halál nem annyira divat, hanem hála Istennek, hanem inkább valami instabil működésnek köszönhető, vagy melegszik a procit, tehát ilyesmiknek tudható ez be, ezt nem tudom innen megállapítani, de az is lehet, hogy szimplán csak valamilyen program, amit föltettél, szétbarmolta. Ilyen is van, ami abban esetleg belenyúl a fájkezelőbe, és szétbarmolja. Hát próbáld meg újra húzni még egyszer akkor a rendszert. Ezt, ha utána is fönnáll ez a probléma, akkor kell tovább keresni a fizikai okokat. Hogyha utána megszűnik, akkor meg szoftveres ok volt a probléma hátterében. Jó. Fergeteges írja nekünk itt közben, a Kawasaki traktorokat és bányagépeket is gyárt. Na, hát milyen információkat tudunk itt meg. De ugye? Jó, aztán Zsolesz írja nekünk, hello Wendy, olyan kérdésem lenne, mitől lehet, ha CD-t írok, és az írás közben, és írás közben szétrobban a CD az íróban. Az kemény. Hát nem tudom, de az valószínűleg olyasmitől volt, ez a szétrobbanás, ez mondjuk kicsit erős, hát valami először is nem jó a DVD íródban, vagy silány minőségű a lemez. Illetve nézd meg a sebességeket, tehát nem tudom milyen sebességgel akarsz írni, és mit bír a CD, mert ugye a mai DVD-CD írók, illetve olyan CD író manapság szerintem nincs is, DVD író van, ami tud CD-t is írni, méghozzá brutális sebességgel tud írni, ugye hát a CD az egy sokkal régebbi adathordozó, és azokat iszonyú sebességgel tudja egyébként pörgetni. És ha maga a CD lemez nem alkalmas arra, hogy te azt olyan gyorsasággal írjad, akkor ennyi, tehát lassabban kéne írnod.
magyarul. Szó szerint, tehát ugye nem véletlenül vannak az írási sebesség, az nem csak azt jelenti, hogy milyen sebességgel írja fel, hanem mondjuk egy CD esetében, hogy azt nekiállj mondjuk 52-szeresen ugye olvasni, ugye, vagy akár írni is, mondjuk 52-szeresen írni azért nem lehet egy CD-t sem, de mit tudom én, nem tudom hányszorosan lett fogalmam, és ezer éve nem írtam CD-t, de valószínűleg arról van szó, hogy nem lehet ilyen gyorsan írni, tehát az írási sebességet lassítsd le. Jó? Tehát egy CD írásnál is 4-szeresen, maximum 8-szorosan, ha autó, tehát olyan CD-t írsz, ami audio CD, autóba írod, vagy tényleg audio formátumba írsz rá a lemezre, akkor meg amúgy is 2-szeresnél gyorsabban nem célszerű, mert ugye nyers adatot visz fel olyankor, tehát az audio CD az nyers adat, tehát raw formátumba kerülnek fel a vavok gyakorlatilag, ami úgy szinte a vavot írja föl, tehát ugye ha most tehát más adatot nézünk, tehát mondjuk mit egy MP3 CD-t írsz, az egy MP3 adatfájl. Az audio CD, a nyers audio CD, az is audio fájl, de nyers, tehát ugye WAV, tömörítetlen hanganyag, ráadásul fejléc nélküli. Tehát ugye ettől lesz CD audio, vagy audio CD formátum. És ezeket nem érdemes kétszeres sebességnél gyorsabban írni, még ha nagyon sokáig is tart, mert vannak olyan, például az én autórádióm az nem is viszi, tehát a 8-szorosan írtam meg egyszer egy ilyen lemezt, és nem olvasta. 4-szeresen már olvasta, tehát hogy utána már rajta voltak az adatok. Tehát számítógépen tök jó ment utána, de az autórádióm, vagy az autós CD-m nem bírta. Ha lassabban írta meg, akkor bírta. Úgyhogy ilyenek is lehetnek, szerintem nálad is ez a gond itt, hogy túlságosan gyorsan pörgeti azt a lemezt, aztán egyszerűen az írási folyamat közben a lemez nem bírja, mert nem arra van kitalálva, hogy egyáltalán ilyen gyorsággal lehessen ráírni. Jó, Boat, a német bíróság szerint legalábbis a reklám blokkoló, igen, erről volt szó a gumiszobában is, meg ha jól emlékszem, a Restart Extrában Marci és Balázs is beszélgettek erről a témáról, meg az én Facebook oldalamon is van ezzel kapcsolatban egy jókora bejegyzés, illetve egy bejegyzés, amihez jókora hozzászólás mennyiség van. Na kíváncsi, hogy a véleményem ezzel kapcsolatban, vagy úgy egyáltalán mások véleményére, akkor olvasd el, én most erre már nem fecsérelnék több szót, legálisnak legális, de nem etikus, én tovább és ezt a véleményt tartom röviden, tömören. Jó? Aztán, hogy miért, azt meg úgy gondoljátok át, hogy miért van ez. Tehát, hogy beszéltünk már erről pár szó, hogy nem akarok már erről többet beszélni. És még nézzünk gyorsan, hogy van-e bármi is. Jézusom, mennyi partnerkérelem van itt. Nekünk Skype-on ezeket majd vissza jelölgetek mindenkit, jó? Na, hát gyakorlatilag ennyi akkor, nincsen több kérdésünk. Hát hírem még van, csak már nincs rá idő igazából. Ugye itt a Nokia, na jó, egy hír még talán belefér, ugye a Nokiával kapcsolatban sokan vizionálták azt meg, mintha lettek is volna ilyen kis félinformációk, hogy majd újra telefont fog gyártani, csak ugye nem a Lumia szériát, hanem majd valamilyen androidos készülékkel fog előrukkolni. Maga a Nokia, mint cég, tehát nem a Microsoft égisze alatt, mert ugye a Nokiának a Nokiát, mint ugye a Microsoft megvásárolta legalábbis a mobil üzletágát. Hát ebből kifolyólag én ezt már amúgy is kétkedve fogadtam, hogy ők azért függetlenül külön fognak mobil csinálni, de most kiderült, hogy nem igaz a hír. Múlt héten röppent fel a hír, hogy a telefonos üzletágát a Microsoftnak értékesítő finn vállalat jövő év elején megújult erővel tér vissza a mobil piacra. A Nokia egy szűkszavú véleményben tagadta, hogy jelenleg ilyen tervei lennének, ami mondjuk nem jelenti azt, hogy a jövőben még ez nem fordulhat elő, de egyelőre azt mondták, hogy ezek nagyon nem igaz információk, tehát magyarul nem fog újra visszatérni, legalábbis mostanában nem. Akit bővebben érdekel az ezzel kapcsolatos bővebb kifejtés, akkor olvassátok, a HVSV oldalon található ezzel kapcsolatban egy cikk, illetve ha már ilyen cáfolatoknál tartunk, ugye az év elején röppent fel a hír szintén, amit meg is erősített, tehát ez egy igazi hír, ami nem csak úgy szányra kelt, hanem bejelentés szerint ugye a Google egyelőre a Google Glass-t hát úgymond jegeli, és képzeljétek el, hát már nem olyan sokáig, tehát nagy valószínűséggel csak itt az első szériának a mondjuk úgy sikertelenségét, vagy a nem tudni hova pozícionálják kategóriájú dolgai miatt nem erőltették annyira ezt a projektet. Most úgy néz ki, hogy hamarosan visszatér az új
Google Glass, ráadásul már egy továbbfejlesztett változata, és már a világ legnagyobb szemüveggyártóival közösen készül a webes koncern az okos szemüveg új változatának kiadására, tehát már nem saját maga fogja ezt gyakorlatilag saját formában kézben tartani, hanem gyakorlatilag az egyik legnagyobb ugye, cég, illetve több legnagyobb cég is van, aki ugye ilyen szemüvegekkel, napszemüvegekkel foglalkozik. A világon egyébként nincs olyan nagyon sok ilyen nevesebb márka, tehát ha most itt belemegyünk a Ray-Ban, Oakley és társaiba, ugye? Na, az ezek egy gyártó cég egyébként, a Luxottica nevű céggel például már tárgyal, ha minden igaz a Google. Úgyhogy valamilyen ilyen közös megoldásban fognak visszatérni az okos szemüvegek. Tehát nem elég, hogy okosak lesznek, még divatosak is. És valószínűleg még drágábbak. Tehát, hogy így kiindulunk, hogy ezek a divatmárkák, illetve szemüveg, napszemüveg divatmárkák, ezek mennyire durva árban adják az ő szemüvegeiket, tehát akkor ehhez még hozzájön az, hogy még okos is lesz, hát akkor valószínűleg egy csillagászati árokban kell majd keresni ezt a dolgot, de hát amúgy sem olcsó dolog egy okos szemüveg. Már az első szériából is lehetett látni. Mennyi? $1500-ért vagy mennyire adták? Hát azért az nem olcsó. Na jó van, ennyi fért bele a mai Restartba, holnap folytatjuk, úgyhogy várok mindenkit a képernyők elé, holnap is 7 órától. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!